Az első komoly vita a holokauszt emlékév alkalmából felállítandó emlékmű miatt alakult ki. Az ellenzék szerint nincs megfelelően előkészítve a határozati javaslat, az előzetes egyeztetések elmaradását kérték számon. A kormánypárti képviselők szerint viszont megtörtént az egyeztetés a szombathelyi zsidó hitközséggel, így az emlékmű megtervezéséhez és felállításához bruttó 6 millió 350 ezer forint fedezetet biztosít az önkormányzat. Ugyancsak megszavazták a képviselők a kísérleti beteg irányító rendszer kialakítását a Váci Mihály utcai felnőtt háziorvosi rendelőben. Az előterjesztés szerint fogadták el a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cégek 2013-as mérleg beszámolóját. Kisebb vita, csak a többségi tulajdonban lévő Vasi Víz ZRT beszámolója körül alakult ki. Cegrédi Csaba azt kifogásolta, hogy a rossz gazdasági helyzet ellenére is osztottak ki jutalmat. A vállalat vezérigazgatója ezt cáfolta, mert csak az eredményes munkavégzés alapján került sor prémium kifizetésére. A közgyűlésen történtekről holnapi híradónkban részletesen beszámolunk.